A tökéletes nyári időt kihasználva egy másik sportágban is aktívak voltak a hétvégén a miskolciak. A selyemréti strandfürdő adott otthont a második Borsod strandkézilabda bajnokságnak. A látványos eseményen négy kategóriában 13 csapat összesen 28 mérkőzést játszva küzdött a helyezésekért. Különleges sportcsemegéje volt a hétvégének a második Borsod strandkézilabda bajnokság is. Bár a miskolci eseménnyel párhuzamosan más helyszínen is strandkézilabdáztak szombaton és vasárnap, de a nyári bajnokságon így is 13 csapat vett részt. 2x10 perces félidők mellett a rendes játékidő sikerért 3 pontot kaptak az együttesek. A most látható mérkőzésen a neonzöld felsős MVSC-nek sikerült legyőzni a kazincbarcikai ellenfelét a serdülő lány kategóriában, ahol végül a BSK mögött a második helyen zártak az MVSC-sek. Szerintem jól teljesítettünk, ügyesek voltunk, megnyertük a meccset, tudtuk alkalmazni a forgást, indításokat, úgyhogy szerintem sikeresen zártuk ezt a tornát. Most pedig már az ifjúsági fiú kategóriából a DVTK és a támadásban lévő BSK mérkőzésébe pillanthatunk be. A BSK együttese pedig úgy zárt a harmadik helyen a strandkézilabda tornán kategóriáját, hogy ők az utolsó pillanatban ugrottak be az egyik visszalépő csapat helyére. Én úgy veszem észre, hogy a csapatok nagyon nagy szeretettel vállalják el ezeket a mérkőzéseket, a strandkézilabda mérkőzéseket. Ugye most a tévébe is mennek a világbajnoki máltai fordulók, és ők is szeretnék ilyen időpontban levezetésként a teremkézilabda után nagyszerű program nekik. Egyre többen érdeklődnek iránta. A lányok 14-15 éves kategóriáját az MVSC, a fiúkét pedig Kazincbarcika együttese nyerte meg. Mint azt megtudtuk, nagyon sok csapat, akik most nem is tudtak nevezni, jó hírként fogadták a torna létrejöttét. Így pedig a Megyei Kézilabda Szövetség terve az, hogy lesz harmadik Borsod strandkézilabda torna is.